Milyen programokkal találkozhatunk itt délelőtt? Nagyon sok olyan foglaltságot találnak itt a gyerekek. Korábbi évekről tapasztalat, hogy vannak olyan elfoglaltságokat, amiket nagyon szeretnek, és most újabbakkal is készültünk. Gondolok itt a sötét szobára, a láthatatlan szobára. Ezek micsodák? A láthatatlan szoba az olyan, hogy teljesen be van sötétítve, és azt mondom, hogy a gyerekeknek úgy kell megtalálni dolgokat, hogy nem látnak ott semmit sem. Ezeket az ilyen szobákat vagy programokat kik találják ki? Pedagógusaink találják ki, és hát hagyomány szerint nagyon sokféle van, például van kézműves foglalkozásunk, amit nagyon szeretnek a gyerekek, pingpong, sakk, játékos sport, vetélkedők vannak, illetve van arcfestés is, aminek szintén nagy a népszerűsége. Mi a célja ennek a mai délelőttnek? Hát a mai délelőtt célja az, hogy a szülők, pedagógusok és diákok együtt tudjanak lenni, hogy egy kicsit kötetlenebb körülmények között tudjanak találkozni. Milyen programok lesznek még így a szobákon kívül? Lesz egy koncertünk, régi tanítványunk Erdély Csilla fogja tartani a koncertet, de minden évben ellátogat ilyenkor hozzánk ezen a napon. Most úgy tudom, hogy egyéni koncertet tart, tehát ő fog énekelni, de tavaly például hoztam a Musical stúdiójából a kicsiket, és ők szerepeltek. Mi a neve ennek a rendezvénynek? Hát az idei neve Családi Nap, korábban más neve is volt, úgy indult, hogy játszótér avató, mert akkor a belső udvarunkban akkor készült el a játszótér, azt utána a játszótéri parti volt, az egyik éven szüreti mulatság, és most pedig a Családi Nap. Ez arra is utal, hogy tulajdonképpen, hogy a szülőkkel együtt szeretnénk ezt a mai napot eltölteni. Kedves szülők, kedves gyerekek, kedves kollégáim, vendégeim! Sok szeretettel köszöntöm Önöket, titeket a mai Családi Napunkon. Köszönjük, hogy személyes jelenlétével megtisztelt bennünket dr. Gömeri Géza, Filis Sándor. Hagyományosnak mondható a mai szeptemberi rendezvényünk, hiszen 5 évvel ezelőtt játszótéravatóval indult, majd játszótérparti, szüreti mulatság nevet kapta, és most Családi Nap. Ezzel a megnevezéssel is szeretnénk kifejezni, hogy mennyire fontosnak tartjuk a szülői ház és az iskola kapcsolatát. Fontosnak tartjuk, hogy kötetlen körülmények között tudjon találkozni pedagógus, szülő és diák. Az időjárás sajnos nem fogadott kegyeibe bennünket. Egy történet jutott erről eszembe, engedjétek meg, hogy elmeséljem. A múlt hét szombatján is hasonló, esős rossz idő volt. Egy érdekes, humorú vidéki emberrel beszélgettem. Először a mesterségéről, aztán Amerikáról, mert sokáig ott dolgozott, és egyszer csak megkérdezte tőlem, hogy szerintem egy asszony hány éves korától vénasszony. Kérdően néztem rá, hát nem értettem a kérdést, és akkor azt kérdezte, hogy szerintem 60 éves kortól. És akkor mondtam, hogy szerintem inkább 70-80 éves kortól. És akkor azt mondta, hogy a szomszédban lakik egy 70 éves asszony, meg hát szemben is lakik egy idős asszony, és akkor ő délután átmegy hozzájuk. Hát megint kérdően ránéztem, hogy vajon miért. Megkérdeztem, hogy hát miért, mit csináltak ők? És erre azt mondta, hogy hát nem intézték el, hogy vénasszonyok nyara legyen. Hát mi is erre a jó, kellemes, szép időre számítottunk, de azt hiszem, hogy ez a rossz idő se fogja elvetni a jó kedvünket. Pedagógusaink nagyon sok érdekes programmal készültek, vannak hagyományos programjaink, amit a gyerekek nagy kedve csinálnak, és vannak új programok is. Kérem Önöket, hogy majd nézzék meg a helyszíneket, és aki megéhezik a programok során, azt a büfé várja finom falatokkal és itókával. Mindenkinek azt kívánom, hogy nagyon jó kedvet és nagyon jól szórakozzon, és kívánom, hogy minden programok nagyon sikeres legyen. Még egyszer jó szórakozást kívánok a mai délelőtthöz. És akkor kezdődjenek a programok, még egyszer mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Hallottuk, hogy egy verset mondtatok, szeretném megtudni azt, hogy ki készített fel titeket. Zünde néni az osztályfőnökünk. És mi alapján választottátok a verset? Nem mi választottuk, hanem nekünk adták.
Mit mondatok? Én Vörös Sándortól, ha napsüt a rétre. Vörös Sándor, ha napsüt a rétre. Ha napsüt a rétre, a rét közepére, gyerünk gyerekek, hozzuk ki a labdát, rakjunk üző csapdát, csattogjon a csillagos ostor. Bence Máról, Petőfi Sándortól a vendég. Kedves vendégek! Petőfi Sándor, kedves vendégek! Ó, ez az ostoba palusi nép, írják, hogy majd feljönnek Pestre. Szép! És meglátogatok! Beszélgessünk egy kicsit a rendezvényről, ti már voltatok ilyenen? Igen, nagyon sokszor, ha ilyen van, akkor mi mindig itt vagyunk. Mi a véleményetek róla, mi tetszik nektek a legjobban? Hogy felkérnek minket, és mi elmondjuk, és nekünk ez büszkeség, vagy hogy is mondjam. Mit ajánlanátok a többi gyereknek? Hát itt van sok jó minden, különösen most szerintem ez jó lesz, mert én szeretek nagyon focizni, és most az is lesz. Meg lesz láthatatlan szoba, azt még nem láttuk, olyat még nem tapasztaltunk, de biztos az is jó lesz. Tényleg akkor sok újítás lesz idén? Hát van egy pár új dolog, amit még nem tudtunk kipróbálni, de az azért van ez a mai nap, hogy kipróbáljuk. Sportjátékokkal találkozhatnak itt a gyerekek? Elsősorban ügyességi feladatokat raktunk a gyerekeknek össze, és általában olyan feladatokat, ami tornaórán, a nagy tornateremben nincsen arra mód, és nincsen annyi eszköz, hogy minden kisgyerek találkozzon vele. Mivel a terem az behatárolt, tehát olyan nagy dolgokat nem tudtunk behozni, amiken ügyesedhetnek a gyerekek, így ez adott volt a lehetőség, hogy ebbe a kis tanteremben megpróbáljunk olyan dolgokat, amikkel szívesen találkoznak a gyerekek. Célbadobás, akkor vannak ezek a kis guruló deszkáink, az alagútunk, ezek mindenféle tekintetben azt gondolom, hogy ügyesítik őket, és a gyerekek szerintem szívesen mozognak, úgyhogy itt az volt a cél, hogy jó kedv legyen, szívesen csinálják, jöjjenek be. Ön szerint miért jó ez a terem a gyerekek számára? Ez nincsen kihegyezve semmire, én azt gondolom, hogy ez az egész délelőtt arról szól, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, mindenféle kézműves foglalkozásokon, itt ügyességi feladatokkal, és azt gondolom, hogy ennyi. Tehát nincsen itt most kitűzött cél, itt a jókedv és a szórakozásról szól a dolog, és a behatárolt kis területen a mozgásról, ennyi. Az elmúlt pár évben is volt ilyen szoba, vagy ez most egy új dolog? Soha nem jöttünk be az iskola falai közé, tehát 5. éve rendezzük meg, és 4 éven keresztül az időjárás kegyes volt hozzánk, és kinn az iskola udvaron tudtuk ezt megszervezni, és ott volt sportfoglalkozás, vagy egy ilyen kis játékos sport, és most kerültünk először be ide a tanterembe, és így kellett most ezt a dolgot úgy rendeznünk, hogy ide beszorultunk. Tehát ha ott kint lehetnénk, akkor szerintem színesebbé lehetne tenni, meg mozgalmasabbá. Itt a terem falai behatárolják a mi lehetőségeinket. Tényleg milyen változásokat lehetne még csinálni? Mi azt gondolom, hogy minden éven, amikor jönnek új kollégák, ők mindig új ötletekkel állnak elő. Tehát most is vannak itt új dolgok, a fiatal kollégák új lendületével, szerintem őket is meg kell kérdezni, és akkor ők el fogják mondani, mert tényleg nem tudom most így elrögtönözni, hogy ki mit csinál. Mi a véleménye az ide látogató gyerekekről? Hát elsősorban iskolán tanulója azok, akik belátogatnak ide, családokkal, kistestvérekkel, nagytestvérekkel, és természetesen szeretettel várjuk itt egész nagy tétényt. És szerintem azok a családok, ahol vannak kisgyerekek, és egy szombat délelőtti kellemes programot szeretnének itt eltölteni közöttünk. A szülők együtt főznek gyerekekkel? Igen, hát a gyerekekkel nem, mert ez ugye úgy volt, hogy bográcsba főzünk kint,
de hát ide meg nem férünk be annyira. Kinek az ötlete volt ez? Hát ez tavaly az iskola szülői munkaközösségének volt. Ez tavaly volt az első ilyen főzőverseny. Miket főznek itt? Hát gulyáslemest főzünk, csilisbabot főzünk, és a harmadik osztály pedig palacsintát. Hogyan tudnak így együttműködni? Hát jól, mert mi ugye itt ötödik meg a nyolcadik osztály, mi több éve együtt dolgozunk a gyerekekért, tehát nekünk ez nem okoz így nehézséget. Jó a szülői munkaközösség, az osztályközösség, és így könnyen. Mi a véleménye erről a szobáról? Mennyire hasznos? Jó. Hasznos. Szeretünk. A programokról mi a véleménye? Hát ezt meg a gyerekek szeretik. Itt mindig jó programok vannak ebben az iskolában. Ez az iskola nyitogató, ez már nem két éve üzemel, ez már nagyon régóta. Csak a főzőverseny van két éve a programban, és az én gyerekeim, van olyan, aki már nem ide jár iskolában, és ő is nagyon élvezte. Összekovácsolja a közösséget, tehát nem csak elmennek egymás mellett az iskolába a folyosón, hanem egy közösségként üzemel az egész iskola. Mit lehet csinálni ebben a szobában? Hát az a helyzet, hogy mi aszfaltrajz versenyre készültünk, de ezt elmosta az eső, úgyhogy most azt találtuk ki, hogy ilyen hatalmas nagy lapokon lehet rajzolni a gyerekeknek, amit szeretnének. És miután nem mindenki szeret úgy rajzolni, hogy nem csinál közben semmit, hát a nagy sláger mindig a videózás, úgyhogy közben megy még egy mesefilm is. Általában miket szoktak rajzolni a gyerekek? Hát mivel ez évek óta a szürethez kapcsolódik, szoktak rajzolni mindenféle szürethez kapcsolódó képet, de aztán mindenkinek megvan a maga kedvence, van, aki a lovat rajzolja le, van, aki egy házat a kertjével, mindennel egyébként. Tehát ki mit szeretne, nincs meghatározva gyakorlatilag, amit rajzoljanak. Mi a vélemény erről a délelőtti rendezvényről? Nagyon-nagyon szeretik a családok, nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. Hát amint látjátok most is, hogy ilyen rossz idő van, azért tele van az iskola, és jönnek, és ez egy nagyon-nagyon hasznos időtöltés a gyerekek számára. Milyenek a gyerekek? Milyenek? Aranyosak! Aranyosak, és nagyon-nagyon élvezik az összes programot, úgyhogy minden évben nagy örömmel készülnek rá, ők is, meg mi is. Eddig önnek melyik év tetszett a legjobban, és miért? Nagyon könnyű rá válaszolni, ugyanis ezt én kezdtem el, ezt a programot. Annak idején, amikor még az alapítványnak, vagy a kuratóriumnak az elnöke voltam, akkor összegyűjtöttük a pénzt arra, hogy itt egy játszóteret létesítettünk, és hát egy játszótér avatóval kezdődött 5 évvel ezelőtt ez a program. Hát nekem ez volt a legkedvesebb, mert ezért bizony sokat-sokat dolgoztunk. Mi a célja ennek a délelőtti programnak? Hát minden évben ugyanaz, a családokat, a gyerekeket, a pedagógusokat olyan szabadidős tevékenységgel összehozni, ahol mindenki jól érzi magát.